Köszöntöm Önöket, ez a Győr Plusz Televízió sportmagazinja. Mai magazinunk mivel is mással foglalkozhatna elsőként, mint a győri Audi Eto KC Larviki vendégjátékával a női kézilabda bajnokok ligája döntőinek első meccsén. Görbicék 3 góllal győztek, de hogy hogyan alakult a találkozó, az most kiderül. Eduarda Amorim góljával indult a finálé első mérkőzése, és a 7. percig vezettek is a győriek. Ekkor aztán Szülland egyenlített, majd Thea Mörk fordított. Innentől kezdve egészen a 17. percig a Larvik volt előnyben, hol 1, hol 2 góllal, az Eto pedig jobbára futott az eredmény után. Csak hogy ekkor Löke és Radicevic góljaival fordított a magyar bajnok. Izgalmas volt a csata, mert újra a norvégok kerültek előnybe, és végül a szünetre maradt is a forjuk, 13-12-re vezetett a félidőben a Larvik. A második játékrész Eto góllal kezdődött, majd 4 norvéggal folytatódott, és 17-13-nál Ambros Martin időt kért. Rendezték a sorokat a mieink, és 7 perccel később 17-17-nél már újra egyenlő volt az állás, sőt egy 11 perces 6-0-ás rohanással fordítottak Radicevicék 19-17-re. Végül Szüllandnak sikerült megtörni a norvég gólinséget, de az előnyt már nem adta le az időközben világszínvonalú védekezést előhúzó magyar bajnok. Végül 24-21-re győztek a zöldfehérek, ami azt jelenti, hogy a szombati veszprémi visszavágót 3 gólos előnyből várhatják, és reméljük ezúttal élnek a lehetőséggel és felülnek Európa trónjára. Az elmúlt héten a Rába Eto FC és az Aramis SE meglehetősen színes találkozót játszott egymással. Nem csak a két csapat zöld-fehér dresszére gondolok, hanem a játékvezetői ténykedésre is. De hogy miről beszélek egészen pontosan, az most kiderül. A Rába Eto FC szempontjából tulajdonképpen egy teljesen lényegtelen találkozó következik nem sokára. A Futsal NB1 rájátszásának 6. fordulójában teljesen tét nélküli mérkőzésen fogadta a zöldmezes Eto az Aramist. Jól kezdtek a hazaiak, hiszen a csapatkapitány Lódi góljával már az első percben vezettek. Aztán helyzet akadt bőven, de a következő gólra a 11. percig kellett várni, ekkor egy formás támadás végén Aguiar volt eredményes. Nem sokkal később Frank szövegért besárgult, és mivel nem hagyta abba, megkapta a másodikat is Solymositól, ami pirosat ért, vagyis mehetett zuhanyozni. Csak később derült ki, hogy sárgák szempontjából még meglehetősen mozgalmas lesz a találkozó. 2-0-ás hazai vezetésről folytatódik tehát a játék. 2-0-ával fordultak a felek, és a középkezdés után alig telt el 12 másodperc, drót egy elementáris erejű kapáslövéssel 3-ra növelte az Eto előnyét. Nem sokkal később egy kényszerítő után Huarra gurított Sikur lábai között a hálóba. Egy perccel később viszont a túloldalon Dávid Rihárd szépített. Aztán Sámson besárgult, majd hazai részről a fiatal Bárdosi Hunor is. Potyogtak a lapok, de a gólok is, Dávid duplázott, ezzel 4-2-re alakította az állást. Aztán a 30. perc minden addiginál termékenyebb volt, ami a sárga kártyákat illeti. Előbb Huanra, majd a vendégektől Roni, aztán Ramada is besárgult, és ezzel, ha a piros lap anulálja a sárgát, akkor már 6-nál, ha nem, akkor 7-nél tartottunk, és kezdett bohózattá válni a csata. 6 sárga lapnál járunk, ebből 4 a 30. percben született. Lódi látványos emelése vagy bent volt, vagy nem, ami biztos, hogy Aguiar labda elrugásáért tévedésből drót bűnhődött, és így vált kerekké Solymosi hétfő esti alakítása, összesen 8 sárgával és egy pirossal. Még jó, hogy a csapatok a játékkal is foglalkoztak, kevéssel a lefújás előtt Ramada rúgta az 5. győri gólt, majd Roni állította be az 5-3-as végeredményt. Törvényszerű volt, hogy a lefújás után egyik fél sem tudta függetleníteni magát a játékvezető ténykedésétől. A két csapat játéka maximálisan eltörpült a remekbe szabott játékvezetés mellett. Hát sajnos ez nem az első, valószínűleg nem is az utolsó, hogy nem tudják elkapni a fonalat. Így alakult ez a mérkőzés. Amúgy szerintem egy kifejezetten normális mérkőzést játszottunk. Nem volt rugdosódás, a játékvezetők meg olyanok, amilyenek. Ők is hibázhatnak.
A két csapat között azért legendás a barátság, és itt láttam a mérkőzés közben azért egyszer-kétszer barátinak kiszóltál a hazai a kispadjára. Most tőled kérdezem, milyen volt a meccs? Baráti volt ennyire? Abszolút baráti volt. Az összes ilyen kiszólás vagy beszélgetés akkor volt, amikor nem értettük a játékvezetői döntéseket. Tehát, hogy ezt próbáltuk meg megbeszélni egymás között, hogy mégis most mi történik, mert voltak olyan ítéletek. Szerencsére tényleg nem volt rugdosódás, ismerjük egymást, azért ezt lehet mondani. Úgyhogy tényleg egy baráti hangulatú mérkőzés volt. Egymás között a játékvezetők próbáltak belenyúlni ebbe, de nem sikerült. A zöldfehérek következő meccsüket jövő hétfőn játsszák a szombathelyi Haladás vendégeként, remélhetőleg kevésbé színes végkifejlettel. Az elmúlt hét közepén egy kosaras dzsemborira várták a hatagró Uni Győr utánpótlásában pattogtató lánykákat a klub edzői, vezetői, természetesen a kisebbek és nagyobbak együtt pattogtathattak az első csapat játékosaival. Ott jártunk, forgattunk, ez következik most. Iskolában csináljuk olyan szinten, hogy első, másodikos, harmadikos, negyedikes, és ugye ahol már nagyobb gyerekek vannak, például ugye gyerek, serdülőt már azért összevonjuk, ott már amelyik iskolába be tudunk férkőzni, akkor ott vagyunk. De általában öt iskola az, ahonnan ezeket az egész piciket tudjuk összeszedni. Én rengeteg mosolygós arcot látok itt, sőt, nekem úgy tűnik, hogy a felnőtt játékosok még talán jobban élvezik, mint a gyerekek. Így van, a gyerekek még máig most is nagyon szeretnek ilyen kiskorban mozogni és versenyezni mindenképpen. Hát itt harc van, hogy ki az, aki eljöhet. Látjuk, hogy tényleg mindenki szívét, lelkét oda tesz ilyenkor. Gyakorló kosárlabdázóként van rálátásod, látsz bennük fantáziát? Azt gondolom, hogy már az önmagában fantasztikus, hogy egy Győrvárosában ennyi gyereket össze tudtak gyűjteni a kosárlabda számára, ugyanis nem ez az elsődleges sport, úgy látjuk még mindig ugye a városban. A kézlabda és a foci rengeteg gyereket, a kislányokat elsősorban ugye a kézlabda viszi, úgyhogy én már ennek nagyon örülök, hogy ennyi kisgyerek gyűlt itt össze, és szerintem nagyon ügyesek, nagyon ravaszak, nagyon gyorsak, úgyhogy megfelelő utánpótlást biztosítanak a győri kosárlabda számára. Hogy zajlik ez a mostani nap? Egy mondjuk egy feltöltődésnek egy egészen kellemes állomása ez. Igen, azt gondolom, hogy gyerekekkel játszani mindenképpen feltöltődés és boldogság. Úgyhogy én ennek nagyon örülök, ennek a kezdeményezésnek. A csapat egy része már tavaly is részt vett hasonló megmozduláson. Nagyon örülök neki, örülnék, hogyha évközben is lennének ilyenek. Szeron Szés vagyok, és tavaly kezdtem a kosárlabdát. És ez az első dzsembori, most jöttem el először. Mi az, ami legjobban tetszik ebben az egészben? Hát, hogy labdázunk meg, itt vannak a nagyok is. Komolyan, és a nagyok közül van kedvenced? Hát a 12-es. A 12-es olyan nagy dúra, hogyha jól láttam. Igen. Van-e kedvenced? Láttad-e a csapatnak az idei meccseit? Hát láttam, és az én nagyon-nagyon nagy kedvence van, Natalie Hurst. Komolyan, miért pont ő? Hát, mert ő is irányító. És alacsony, és hát, hogy mind nagyon betör, és erős és kemény. Labdát vezetek, kosárra dobok, meg ilyeneket. Mi szeretnél lenni, hogyha nagy leszel? Kosaras. Kedvenc sportág az marad a kosárlabda? Igen. Mi leszel, ha nagy leszel? Kosaras. Call me now.
Kosárlabda után pedig újból kosárlabdával folytatjuk egy igazán örömteli eseménnyel, hiszen a következő hétvégén ünnepli a Győri Kosárlabda Klub 20 éves fennállását. Ebből az alkalomból itt ül velem szemben két meghívott vendégem, Tagai István és Hoffmann Gergely, társadalmi elnök és ügyvezető elnök. Uraim, szervusztok, köszöntelek benneteket a műsorban. Jó estét kívánok, szervusz! 20 esztendő azért akárhogy is nézem egy ember életében sem kevés. Beszélgessünk egy kicsit, nem is tudom, mondjuk történelmi szempontból. Hogyan kezdődött? Én már elég öreg vagyok ahhoz, hogy visszaemlékezzek. Nem csak a 20 évvel előtti időszak, hanem az előtti időszakra is. Eléggé válságos helyzet volt a győri kosárlabdában. Próbált a női csapatban is valami kis eredményt elérni, nem volt megfelelő támogatás is, abszolút semmi jövőkép nem volt akkor a női kosárlabdában. Fiúban volt egy kicsi, hiszen akkor még a KTMF néven, a Közlekedési Távközlési Műszaki Főiskola fiú csapatot alakított, és nagy esély volt arra, hogy ott egy kis közép MB2 szintű csapat létre fog jönni, viszont az utánpótlása nem volt meg. Rengeteg gyerek érdeklődött, hogy szeretne kosárlabdázni, ezért egy belső indítatásban azt mondtuk, hogy csinálunk egy utánpótlás nevelő egyesületet, és így jött létre a GKC, a Győri Kosárlabda Klub. Tehát akkor gyakorlatilag manapság ugyanez az arcpoétikája az egyesületnek, ez az utánpótlás nevelés? Igen, a fő arcpoétikánk az a utánpótlás nevelés, főleg azért, mert itt van egy egyetem, most ez kifejten a kosárlabda egyetemi sportág, de az egyetemet tudjuk, hogy nagyon nehezen tudná fölvállalni, hogy utánpótlás legyen. A városban nagyon nagyszerű élvonalbeli sportágok vannak, a szponzoráció szépen el van osztva, tehát nagyon nagy probléma lenne olyan szponzor találni, aki esetleg egy élmezőnybe tartozó másik klubot is tudna támogatni szponzoráció tekintetében. Ezért inkább úgy gondoltuk, hogy továbbra is mi maradunk az utánpótlás szinten, és a felnőtt szinten, amikor kinőnek ezek a gyerekeink a felnőtt csapatba, akkor pedig fúziót hozunk létre, így jött létre a GKC és a SZESE, tehát a Széchenyi Egyetemnek a csapata között felnőtt szinten a fúzió. Ha jól emlékszem, Gergely, akkor te ebben a fúzióban már tevékeny részes voltál. Hogyan zajlott ez egészen pontosan? Igen, a fúzióban is tevékenyen részt vettem, de én ebben nőttem föl még az elején, amikor GKC volt. Tehát ha tisztelt tévénéző ránéz a képernyőre, akkor nem lát egy kosarast, amikor engem lát. Viszont cserébe nagyon nagy köszönettel tartom azoknak az embereknek, akik akkor az edzők voltak, mert felismerték azt, ami szintén az arcpolitikánk, hogy szakembert, szurkolót, játékvezetőt kell nevelni az élsportra nevelés mellett, kosárlabda szerető embereket, mert másképp ez a dolog nem működik. Aztán az is kiderült, hogy egyedül nem megy. És volt kettő darab MB2-es csapat a városban, évente kétszer hihetetlenül készültek arra, hogy egymással megmérkőznek, de igazából senkit nem érdekelt. Tehát az tisztán látszott, hogy ez nem lehet a jövőkép, hogy marad két MB2-es csapat, hanem igenis össze kell rakni azokat a stratégiai erőket, amikkel bír a két egyesület, és ebből talán tudunk tovább lépni. Én azt gondolom, hogy az idő az megmutatta, hogy ez valamennyire az sikerült. Mikor csöppentél bele ebbe a 20 éves GKC-be? Gyakorlatilag majdnem az elején. Én általános iskolában kosárlabdáztam, és volt nekünk egy edzőnk az általános iskolai csapatnál, aki a szövetségben is dolgozott, itt a Győri Szövetségben, és sajnos nagyon korán meghalt. És amikor ő meg kórházba került, akkor én voltam olyan 17 éves, és akkor már ott a kórházban az ő beteg ágyánál voltam benne, meglátogattuk, és rám bízta a feladatokat a szövetségbe. És emellett meg még ott volt egy EKC, így kezdődött az egész. És utána az érettségi után meg már teljesen adott volt az, hogy én szeretnék egy olyan helyen tovább tanulni, ahol ki tudom azt találni, kiképeznek arra, hogy ki tudjam azt találni, hogy ebből legyen egy klub. Természetesen az, hogy én ezt akartam, meg álmodoztam, az egy dolog. De itt voltak és vannak olyan emberek a kosárlabda vezetésében, kosárlabda körül,
akik nélkül ez nem jöhetett volna létre. Nekem akkor volt rá időm, most meg már különösen, hiszen ez az életem. Őnekik egyéb más elfoglaltságaik mellett a kosárlabda szeretete volt meg, és az a szervezőkészség, amit én meg tudtam tanulni tőlük. Hogyha ők nincsenek, akkor ez ma nincsen. Utoljára, amikor beszélgettünk, hiszen vendégeskedtél már itt másodmagaddal a magazinban, akkor beszélgettünk arról, hogy Győrben, hát nem is az, hogy szerencsétlen a helyzet, mondjuk úgy, hogy nem túl szerencsés, hiszen rengeteg kirakat csapatunk van. Ebből adódik a kérdés, más sportágakra gondolok, akár futszál, akár női kézilabda, akár férfi foci. Az elmúlt 20 esztendőnek melyek voltak a legnagyobb nehézségei? Lehet-e ilyet megállapítani? Nehézség az talán az volt, hogy megtaláljuk azokat a partneriskolákat, akik hajlandók velünk együttműködni. Nem volt hagyománya az utánpótlás területén a kosárlabdának. El kellett fogadtatni, hogy ez is egy népszerű sportág lesz. És büszkén mondhatom azt, hogy több mint 300 gyerekkel foglalkozunk, és 5 iskolában van együttműködési szerződésünk. Ami nagyon nehéz volt még, hogy ebből adódóan a népszerűtlenségünkből fakadóan nagyon nehéz volt támogatókat találni. El tudtunk jutni odáig, viszont ezt is büszkén mondhatom, hogy mi soha nem tartozunk senkinek. Tehát mi csak addig nyújtózkodunk, amíg a takaró ér. Az mondjuk a mai világban nem hátrány. Ez hát nem hátrány. Viszonylag kevesen mondhatják el ezt magukról. Ez így igaz. Tehát úgy igyekszünk a költségvetésünket is összeállítani, hogy jusson és maradjon is, de nem kalkulálunk veszteséget. Tehát mi csak törekszünk arra, hogy csak minden számlát időben kifizessünk, és ne legyen ilyen jellegű problémánk. Én ezt büszkén elmutatom, hogy a 300-as létszám ellenére nincsen magas tagdíj, fizetési kötelezettség, nagyon jó a tagdíj morál nálunk, és ezért a kettő összhangban van azzal, hogy nincs tartozás. Még mindig ugyanott tartunk, voltak-e buktatói ennek a 20 éves útnak? Én azt gondolom, hogy különösen nagy buktatói nem voltak. Itt tudatosan lett fölépítve. Ez a 20 év alatt elértünk odáig, hogy a városban több vállalat vezetője kosárlabdás. Ez megint arra utal, hogy magasan kvalifikált emberek kerülnek ki a kosárlabda klubokból. Nem véletlen, hogy világ összes táján egyetemi sportágként kezelik a kosárlabdát. Most értünk el odáig, hogy ezek az emberek nem felejtik el, hogy kosárlabdások voltak, és kezdik a lehetőségeihez képest visszasegíteni azt, amit ők kaptak a kosárlabdából. Ezt főleg anyagi támogatásra mondom. Büszkén mondhatom, hogy a főszponzorunk vezérigazgatója is kosárlabdás volt a Győri Egyetemen. Hogyha nem voltak nehézségek, vagy nem lehet rájuk emlékezni, akkor elevenítsük fel a legnagyobb sikereket. Milyen dicsőségekkel volt kikövezve ez a 20 éves múlt? Szerintem mindig az apró lépéseknek a teljesítése volt az, ami sikerként éltünk mi meg. Tehát emlékszem arra, amikor aláírtuk az együttműködési megállapodást az egyetemmel, az Egyetemi Sport Egyesülettel. Az egyfajta biztonságot adott a klubnak? Én azt gondolom mindenkinek. Nekik is, nekünk is. Amikor az első utánpótlás bajnoki mérkőzésünket lejátszottuk ezelőtt, én nem is tudom, 12-3 évvel Szombathelyen, Amikor már azt láttuk, hogy tudunk egy normális rendszert működtetni, mert minden korosztályban ott vannak a gyerekek. Amikor bejutott a csapatunk, az 20-as csapatunk tavaly az országos döntőbe, amikor a felnőtt csapatunk a kupa döntőt lejátszotta idén. Tehát voltak ilyen apró sikerek, amik azt gondolom, hogy az idő előre haladtával egyre inkább jegyzetté váltak a kosárlabda területén, és úgy általában az országban. És szerintem ez egy nagyon klassz dolog. Ide tartozik az is, hogy például a városi bajnokságot tudtunk beindítani. Ami felnőtt, azt jelenti, hogy? Felnőtt városi bajnokságot, ami azt jelenti, hogy azok a fiatalok, akik kikerültek a utánpótlásból, de nem lettek élversenyzők, élsportolók, viszont hobbi szinten szeretik és művelik a kosárlabdát, annyian vannak már, hogy önálló városi felnőtt kosárlabda bajnokságot tudunk rendezni. Tudunk-e satszolni, hogy úgy nagyjából ez hány embert jelent? Ez 10 csapat jelenleg idén. 150 ember körülbelül. És 2 éve ez a városi bajnokság egyébként a megyei bajnokságnak a győri csoportja, a része is. És Sopronban a győri városi bajnokságot mondják példának, és az több csapat van Győrben, mint Sopronban. Tehát ez szerintem nagyon-nagyon klassz dolog. Nagyon klassz, ahol igazán hagyománya van ennek a dolognak, és mi vagyunk a példa. Mi lehet a jövő?
Azt gondolom, mindenképp olyan célokat kell kitűzni magunk elé, amik motiválják az egyesületet, amik motiválják a rendszert. Én azt gondolom, hogy felnőtt szinten mindenképpen lehet célunk az, hogy az NB1B csoportjának az elején végezzünk. Én azt gondolom, hogy most már talán látható az, hogy meghatározója vagyunk valamelyest ennek a mezőnynek. Játszunk éremért, játszunk az első helyért. Tehát ez még azért hátra van mindenképpen utánpótlás szinten. Én azt gondolom, hogy ha mi tudunk kinevelni olyan korosztályos válogatott játékosokat, olyan utánpótlás válogatottakat, akik később a felnőtt válogatottba be tudnak kerülni, egy utánpótlási rendszernek szerintem ez az alapja. Ez legyen a célja. Kicsit visszatérnék a buktatókra. Most úgy átgondoltam pillanat alatt, nem vártam ezt a kérdést, azért is volt nehéz azonnal válaszolni. Buktató volt az, hogy nem volt megfelelő képzettségű győri szakember, akit nyugodtan oda tudtunk volna állítani a felnőtt csapat élére. Tehát mi magunk sem neveltünk ki olyan embert, aki ezt hivatásként üsse volna, és akár főállásként. Ez egy kis buktató volt. Ettől függetlenül fölépítettük most már a szakmai hátteret, hiszen szakmai igazgatónk van, utánpótlás vezetőedzőnk van, mind a kettő más városból érkezett egyébként. De ahogy én látom itt az edzők működését, egyre többen úgy gondolom, hogy saját magukat predesztinálják arra, hogy előbb-utóbb ők a felnőtt csapat edzői lehetnek. Átdobom a labdát, mi lehet a jövő? A jövő az a tudatos építkezés, amit idáig csináltunk, én azt gondolom, hogy sikernek az állaga. Megvan a gyönyörű piramisunk, gyönyörűen fölépült a rendszer, megvan a szakmai hátterünk, megvan az egyetemmel való nagyszerű együttműködésünk, megvan egy főszponzorunk, és most, ahogy a bajnokságban a felnőtt csapatunk a nagy várományosa a 9. helynek, ami azt jelenti, hogy a második rájátszás első igen, helyén igen, a rájátszás a második csoportnak az első helyén végez, ez én úgy gondolom, hogy jövőre bele fogunk szólni a bajnoki tabella első két helyezésébe. Nagyon remélem, hogy ott leszünk versenyben az első helyet. Még mindig nincsen vége, csak röviden, mert aztán sajnos ki fogunk futni az időben. Május 12-én, tehát 20 éves születésnapi ünnepség. Mivel készültök, mikkel készültök? Hát egy viszonylag nagy rendezvény ellen úgy gondolom. Gyakorlatilag ez az egyetem területén lesz, az egyetemi csarnokba és az edzőcsarnokba, és a két csarnok közötti területen is. Ezen a napon reggel 9 órától a városi bajnokságnak a döntőnapja indul 8 mérkőzéssel, a végén a városi bajnoki címért a mérkőzéssel. Az egyetemi csarnokban utánpótlás csapatainktól elkezdve egészen a felnőttig egy-egy rövid bemutató mérkőzést, egy-egy rövid bemutató sorversenyt az előkészítő csoportjaink fognak csinálni. Szeretnénk azt, hogy ez egy valóban családi hangulatú rendezvény legyen. Megbízatása a felnőtt csapat játékosainak, hogy az utánpótlás mérkőzéseknek ők lesznek a játékvezetői. A két csarnok között felállítunk egy sátrat, ahol mindenféle finomsággal várjuk a kilátogatókat, és ezen kívül szeretnénk hagyományteremtő céllal átadni idén a Győri Kosárlabda Klub évedzője díját, az év utánpótlás játékosa díját és a felnőtt csapat évjátékosa díját. Ezen kívül szeretnénk köszönteni azt a 9 embert, aki ez alatt a 20 év alatt a Győri Kosárlabda Klub, illetve a közös csapat felnőtt csapatának vezetőedzője volt. 14 órakor pedig azoknak a embereknek, akik a kosárlabdában dolgoznak, dolgoztak és remélhetőleg dolgozni fognak, egy családi fotóját szeretnénk elkészíteni, ahol mindenki, aki játékos volt, van, szakember, szponzor, vagy egyszerűen csak családtagja valamelyik játékosunknak, szakemberünknek, ezeket szeretnénk egy közös fotóra hívni. Tehát egy nagy győri kosárlabda családfotó fog elkészülni. Így van. Így van. Uraim, én szívből gratulálok ezek a 20 esztendőhöz, annyit még, hogy lesz-e szülinapi torta 20 gyertyával? Mindenképpen lesz. És amit még szeretnék elmondani, hogy nagyon példás a Győri Kosárlabda Klub abból, hogy az összefogást szimbolizálja. Nem csak ezeken a sportrendezvényeken, hanem különböző eseményeken is részt vesz. Gondoljuk itt véradásra, például a holnapi nap folyamán is véradáson veszünk részt.
de gondoljunk itt jótékonysági összejövetőke is. Hívó szóra azonnal mellé állt a Ronald Lions Clubnak a jótékonysági borkínálási akcióihoz, szinte állandó résztvevő most már, de mondhatom ezt a Kantoros gálát is, hiszen ott is operatív részt vállaltak a lebonyolításban. Én nagyon büszke vagyok erre, mert itt nem csak sportolókat nevelünk, hanem embert is nevelünk ebbe a klubba, és amivel mondta a Gergely, hogy nagy fotót csinálunk, mi szeretnénk ennek a városnak a sportjába is egy nagy családként beépülni, és lehető legjobb eredményt elérni. Uraim, én akkor nagyon-nagyon sok sikert kívánok ehhez, mondom, az előző 20 esztendőhöz gratulálok, és mennyit kívánjak? 100-szor ennyit? Azt lehet? Mindenki lehet. Jó, oké, és köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen. Egyetemi sport után pedig maradunk megint csak egyetemi sportnál, a kosárlabdát viszont kézilabdára cseréljük. A Szese Győr NB1-bés férfi kézilabda csapata ugyanis az elmúlt hétvégén bajnokságot nyert. Egy pontra a történelmi tettől, így harangozta be a megyei napilap a soron következő találkozót. A szombat esti Szese-Szentendre mérkőzésre úgy futhattak ki a hazaiak, hogyha győznek vagy legalább döntetlent játszanak, akkor bajnokok, és 4 év után 2013-ban újra lehet első osztályú férfi kézilabda csapata Győrnek. Jól kezdtek a kékmezes hazaiak, mert 3-0-ra elhúztak. Aztán 3-3-ra egyenlített a Szentendre, és ez a hullámzó játék volt jellemző az egész meccsre. Az egyetemistákon azért érződött a tét súlya, néhány technikai hiba is akadt a játékukban, ám a szünetre így is 3 gólos, 16-13-as forral vonulhattak. Fordulás után sokáig vezettek Kalmárék, többször megnyugtató 5 gólos előnnyel, de a játékrész derekára 24-24-nél egyenlítettek a vendégek. Sőt, kétszer a vezetésért is támadhattak, ám rostáiknak mindkétszer sikerült kivédekezni az akciójukat. A hajrához érve aztán megrogyott a Szentendre, a hazaiak eldöntötték a meccset. Rosta labdát szerez! Ez a meccs eldőlt! Rosta, gyerünk Mikikém, bedobja! A lefújáskor 32-27 állt az eredményjelzőn, és kezdődhetett a fiesta, hiszen a győzelem azt jelenti, hogy 2013. szeptemberétől NB1-es férfi kézi meccseken is szoríthatunk Győrben, akár az MKB Veszprém, vagy akár a Szeged ellen. Nagyon örülök neki, hogy nekem sikerült visszavinni NB1-be a csapattal együtt természetesen a győri kézlabdát, férfi kézlabdát. Az, hogy ez most nem etó, ez teljesen mindegy, elvileg arra épült, tehát most 4 évvel ezelőtt ezeknek a játékosoknak a 80%-a az etó ifibe vagy juniorba játszott. Most értek olyan szintre, hogy visszakerülhetnek az NB1-be, és hát ennek nagyon örülök, és mindenkinek megköszönjük, aki ebbe segített, szponzor, vezető, támogató, barátok, közönség, mert az nagyon kellett ehhez. A győzelem és a feljutás igazi csapatmunka volt, amihez mindenki hozzátette a magáét. Arról beszéltünk, hogy van benne egy jó szezon, meg 3 rossz. Nem fordítva, 3 jó, 2 rossz. Így van ez továbbra is? Hogyne, ez már 30 éves korom óta így van, tehát szokták mondani, 30 fölött minden év ajándék. Azért még mindig érzek magamban annyi erőt. Meglátod itt még az utolsó percben, és hogyha itt tudok futni, akkor az mindig egy kis plusz erőt ad a motivációt a folytatásra. Én csak egy láncem voltam ebbe a gépezetbe. Itt azok a srácok, akik tavaly elérték az ezüstérmet, azok most 1 évvel idősebbek, rutinosabbak lettek, és hogy mondjam, az Ákossal, Kányával, mi már csak onnan hátulról segítgetjük, tehát a munkadandár részét a fiatalok végzik. Végén megmutatkozott, hogy azért jobb csapat vagyunk, fizikálisan és taktikailag is, és hát mint egyénileg is. Úgyhogy nagyon örülünk a bajnoki címnek. Hosszú év volt, sérülésekkel tűzdelt, nem is tudom, hogy egyáltalán volt olyan meccs, hogy mindenki épp lett volna, és mind a 16-an 100%-osan tudtunk volna lépni a pályára, de nagyon örülünk neki, hogy ilyen korán, végül is mondhatjuk, és ilyen magabiztosan elnyertük a címet. Jövőre első osztály. Rosta Miki vele. Bennem, mondom, megvan az ambíció. Ez mindig vezető és edző kérdés, hogy velem képzelik-e, hogy tudok-e még segíteni. Ha felkérnek, akkor természetesen folytatjuk. A győrieknek ugyan van még 3 meccsük a bajnokságban, ám ezek voltak éppen tét nélküliek lesznek. Innentől kezdve a vezetőségen a sor, hogy megerősítsék a keretet. A most már NB1-es csapatnak szívből gratulálunk a feljutáshoz, és sok sikert kívánunk az első osztályhoz.
Négy év után, tehát 2013-tól újra lesz első osztályú férfi kézilabda csapata Győrnek, ebből az alkalomból pedig két meghívott vendégem itt ül velem szemben, dr. Hoffmann László, a SESE támogatói körének vezetője, illetőleg Rosta Miklós, a SESE Győr beállója. Uraim, szervusztok, köszöntelek benneteket a műsorban. Szervusz, köszönjük. Köszöntöm is mindenkit. Óriási tettet hajtottatok végre, elégedettek vagytok-e? Akár játékos, akár vezetőségi szinten. Most anélkül, hogy konkrétan itt dicsérném a mellettem ülőt, tehát elégedettek vagyunk a játékosokkal, egy kicsit magunkkal is elégedettek vagyunk, hiszen amit 2,5 éve célul tűztünk ki, azt sikerült teljesíteni, mondhatjuk, hogy egy évvel előbb, mint a végső határidő lett volna, aha, de nagyjából erre számítottunk, hogy egy tanulóév után, tehát egyszer, hogy feljutottunk az NB2-ből NB1-be, majd egy év tanulóév után a második évben már azt hiszem, hogy mindenki számára egyértelmű és világos volt, hogy mi voltunk a legjobbak ebbe a kategóriába, és feljutottunk, ez azt hiszem, hogy mindenkinek örömöt okozott. Tehát jövőre akkor szerint már nem lett volna pardon, ha ne adj Isten. Hát erről ne beszéljünk, de azt hiszem, hogy nehezebb lett volna, mint az idő. Milyen volt az idei esztendő, Miki? Ugye nyáron érkeztél, gyakorlatilag a védelem oszlopa lettél, meg hát nem is tudom, egyfajta atya a többi játékos feje fölött, ahogy ténykedtél, nem elégesen pedig az utánpótlásban dolgozol, mint edző. Milyen volt ez az év? Jó kis hosszú év volt is, munkás év. Sokat dolgoztunk, így NB1-s szinthez mérten, tehát azért is tudtunk szerintem bajnokságot nyerni, mert a közvetlen riválisokkal szemben kijött év végére, vagy akár egész évben is az a heti plusz 1-2-3 edzés, mint amit mi végeztünk hozzájuk képest, illetve a játékosok is fogadókészek voltak arra a munkára, amit ugye a Deák István vezényelt, illetve tehát az is magas színvonalon történt. A másik részről az is örömmel töltött el, bár annak ugye még nincs vége a gyerekeknek a bajnokságánál, hogy egyre, ahogy elkezdtük évelején, egyre többen és többen vagyunk, uh-huh, akár az én csapatomnál, de akár a kisebbeknél, általános iskolákban is. Tehát elindult ott is egy munka. Ha csak az első csapatot nézzük, említetted itt ezt a plusz munkát, amit el kellett végezni. Mikor láttátok, mikor körvonalazódott az, hogy ezt aztán nem veheti el senki? Gondolom nem csak az utolsó 5 percben most a meccsen. Nem, hát ez a meccs ilyen elég hektikus volt, meg a tavaszunk is, de ebben sérülések is közrejátszottak. Már nyáron érződött a csapaton egy olyan hangulat, illetve hát föntről is jött presszió, hogy már pedig igen, itt olyan munkát kell végezni, olyan eredményeknek kell lenni, tehát amikor lefúj a játékvezető, ott csak is egy SESE győzelem történhet, és úgy gondolom mindenki ennek rendelte alá az egész évét. Itt a bejátszásban elhangzott az, hogy mondjuk az első osztály az nem ugyanaz, mint az NB1-B. Ennél fogva pedig a csapatot egészen az, hogy meg kell erősíteni. Vannak esetleg tervek? Aztán majd Mikire is visszatérünk. Hát egyrészt még kicsit korai, hiszen azért korai? Óvatos duhajok voltunk, ugye tegnap előtt lett vége még ráadásul vége sincs a bajnokságnak, hanem tegnap előtt dőlt el, hogy matematikailag is feljutott a csapat. Természetesen most nagy titkot nem árulok el, hogy az ősz, és visszautalok egy kicsit az előző kérdésre, azért ősszel látszott, hogy ebben a bajnokságban mi vagyunk a legjobb csapat. Igen. Ugye a végén ez bizonyította, és mi kaptuk a legkevesebb gólt, a második legtöbbet lőttük, legkevesebb vereség, legkevesebb döntetlen, legtöbb győzelem, tehát a statisztikától kezdve minden azt mutatta, hogy mi álltunk legközelebb az NB1-hez, és ezt örülök, hogy a játékosok igazolták is. Egész tavaszi nehézségek mellett volt sok súlyos sérültünk, azt is tudtuk kompenzálni. Ez mutatta, hogy az alapkoncepció nem volt rossz, hogy 16 egyforma játékossal vágtunk neki az évnek, és valóban ez, amit a Miki mondott, hogy a plusz munka, a többi játékos, ez hozta meg végül is azt, hogy mi voltunk a legegyenletesebbek a bajnokságban. Tehát azért ez már látszott télen, tavasszal már azért nézegettünk lehetőségeket, gondolkodik az ember. Természetesen konkrétumokkal nem tudok szolgálni. Ami biztos, hogy itt most nem csak egy NB1-B-s, hanem egy NB1-es mag is kialakult. Uh-huh. Tehát egyrészt összekovácsolódott a csapat, azért ez a
két év ez elég volt arra, hogy az alapot lerakják az edzők, a Miki nagyon sokat segített ebben az évben ennek a magasabb szintre emelésébe, a NB1-es szemlélet átültetésébe a csapatba, úgyhogy itt arra, mint sok más csapatnál, hogy 7-8-10 új játékost kell igazolni, mert különben esély sincsen, itt arról szó sincs. Maximum 3-4 olyan poszt van, ahol bizonyos okokból mindenféleképpen erősítenünk kell. De ez nem azt jelenti, hogy az itt levő jó játékosokat kell cserélnünk egy jobbra, hanem egyszerűen bizonyos posztokon, ahol eddig is láttuk, hogy hiányoznak NB1-es szintű játékosok, vagy mondok egy egyszerű példát, kapuba, ahol Hoffmann Ákos abba hagyja a játékot, ott egyértelmű, hogy kapust kell igazolnunk, tehát kevés játékos kell, ugyanakkor ez lesz a nehézség is, hogy az a kevés játékos az biztosan segítsen. Ugye a jó játékosok nagyon drágák, a jó magyar játékos nagyon drága. Magyar játékosban gondolkodtok, vagy légiósban? Ugye utoljára, amikor tavaly évvége felé itt járt nálatok az MKB Veszprém, akkor beszélgettünk, és akkor például szóba került, hogy esetlegesen Carlos Perez levezethetne, aztán közben elment Katarba. Légiósban nem gondolkodtok? Ugye a legfontosabb az, hogy a filozófiánkat megtartsuk. Ugye a filozófiánk az, hogy lehetőleg magyarokból, lehetőleg helyi játékosokból, akik munkatanulás mellett kézilabdáznak. Ezt az elvet nem szeretnénk feladni az első osztály kedvéért sem. De hát természetesen van egy piac, van egy lehetőség. Ugye sajnos az utóbbi 15 év magyar utánpótlás nevelése, vagy a magyar utánpótlás nevelés hiánya miatt nagyon kevés a jó játékos. Tehát az NB1-ben is a negyedik csapattól, de még a Tatabányát is ide sorom, tehát az első három csapat kivételével a többi csapatnak egy sora van. Van 7 jó játékosa, 7 NB1-es szintű játékosa. Ha ők jó teljesítettek, megnyerték a meccset, ha valaki megsérült vagy kevésbé, akkor nem volt mögöttük senki, és kikaptak. Mi továbbra is meg szeretnénk azt tartani, hogy lehetőleg 16 egyforma játékossal egy pörgős, hajtós, látványos kézilabdát játszó harcos csapatot csináljunk. Tehát az alapelveket megtartva szinte biztos vagyok, hogy egy-egy külföldire rá leszünk kényszerítve. Nem fogunk soha mondjuk külföldiből sok játékost igazolni, még akkor se a nagyon nagy céljaink lesznek, akkor is megpróbáljuk azt alapvetően magyarokkal megvalósítani. De sajnos, vagy nem sajnos, a világpiaci helyzet az olyan, hogy egy hasonló szintű magyar játékos az pont kétszer annyit kér, és kétszer annyiba kerül, mint egy külföldi játékos. Ez komoly? Hát jól mutatja egy Veszprém, egy Szeged tavalyi vagy idei igazolása, hogy egyszerűen nincsen, tehát egyrészt nincs is olyan magyar játékos, aki van, az pedig érthetően olyan magasan tudja tartani a színvonalat, mert tudja, hogy egyedül van. Úgyhogy nagyon nehéz ezzel így boldogulni és sakkozni. A másik, hogy szeretnénk megtartani a sorrendet. Tehát először fejezzük be ezt az évet, becsületesen, tisztességesen. A magot megtartani, megújítani a szerződést, akinek lejár. Utána legyen biztos a költségvetés jövő évre, és utána költsük el azt a költségvetést. Tehát ha ezt a vonalat tartjuk, az egyrészt még időbe fog telni, a másik azért egyfajta biztonságot adni fog. Rosta Mikivel az NB1-ben, Szese Győr. Hát ez nem rajtam múlik. Ugye múltkor már mondtam, hogy az ember így a pályafutása felénél már olyan pozícióban van, amikor egyrészt ugye vagy a vezetők kérik fel, hogy folytass tovább, vagy az edző konkrétan ragaszkodik a játékoshoz, hogy igenis kell neki. A játékos természetesen az játszani szeret. Az egy dolog, hogy most a személyigazolványban éppen milyen dátum van születésnek feltüntetve, itt belül fontos, hogy az ember hogy érzi magát. Ha továbbra is együtt dolgozunk, akkor én szívesen, persze, egyértelmű. Én nekem a 26. perc környékén azért úgy tűnt, amikor elviharoztál az ellenfél kapuja felé egy szerzett labdával, hogy nincsen gond itt bent, meg ott lent a lábakban sem. Ja, hát vártam, hogy mikor rúgnak fel a szélsők, a gyors szélsők, de nem jöttek, hát akkor mondom, végigviszem. Egyért, hát nem ez az én feladatom már, tehát ezek már csak ilyen kis apróságok, nüanszok. A
közönség örömére. Nekem ott hátul van feladatom összefogni a sok srácokat. Feladatod van egyébként? Nehéz dolgod van? Vagy nehéz dolgod volt? Nem. Tehát 22 éven B1-be ez már most nem nagyképűnek hangzik, de tényleg ez olyan, mint egy sofőrnek a vezetés, hogy már csukott szemmel is. Azért nem igaz, mert fel kell készülni az ellenfélből. Ez az osztály nekem még ismeretlen volt, tehát az NB1-es játékosokkal, másokkal jobban tudtam, hogy kinek mi az előnye, hátránya, igaz, ők is az enyémet, de ez az osztályban még azért fel kellett készülni. Én mondjuk olyanra gondoltam, hogy olyan szempontból nehéz volt a feladatod, hogy a fiatalokat gardírozni, irányítani kellett. A fiatalok fogadókészek voltak, akár jobbról, akár balról, hogyha volt valaki, vagy előttem. Megfogadták. Hát mondjuk mertek volna nem azok lenni, nem? Megfogadták a tanácsokat, persze hiba volt benne, tehát anélkül nincs, mert hogyha nem lett volna hiba, akkor most 612-0 lenne a gól különbségünk, nem? Tehát gólokat kaptunk, amiben én is benne voltam, illetve az egész csapat unblock. A jövőre, ha mondom maradunk, akkor azon leszünk, hogy ez még jobb legyen, még jobb legyen az összhang. Dunaújvárosban Kemény Józsival 13 évig egymás mellett voltunk, nem is volt keresztnevünk, ugye, hogy a Stan és Pannak mindenki Rosta Kemény vagy Kemény Rostának hívott minket, a keresztnevünket nem tudták, de a szurkolók ugye állandóan így szittak minket, de tényleg a 13 év alatt, holott nem voltunk puszi pajtások civil életben, de mégis tudtuk egymás gondolatát, hogy ki mikor lép ki, mikor ütközik, mikor kell rendesen odalépni egy emberre, vagy egy beállost, hogyan kell kicsit meggyötörni. Tehát ahogy az ember egyre többet játszik, edz a mellette lévővel, de ez most nem csak itt védekezésben, hanem a támadásban is már, ugye most még ezen a szinten néha elmegy a labda hátra, föl, le, egy év múlva azok a labdák pontosabbak lesznek. Ha a klubot veszik figyelembe, az NB1-es tagság mennyivel ró rátok több terhet? Nem csak anyagilag gondolom, hanem mondjuk teszem azt, több utánpótlás csapatot kell leindítani, versenyeztetni kell azokat, ilyenekre gondolok. Hát ugye az NB1 az mégiscsak NB1. De ahhoz, hogy egy csapat az NB1-be jusson, ahhoz az NB1-ben is NB1-es klub szerkezetének, NB1-es költségvetésének kell lenni. Mi igazából sose az NB1-re készültünk. Lehet azt tudni, mi... hogy mekkora egy NB1-es klubnak a költségvetés, egy nagyságrendileg. Mondjuk ne egy Veszprémet, meg egy Szegedet vegyünk, mert az... De elmondom azt is konkrétan, tehát azért én most 45 éve vagyok pont a kézilabdával, tehát van némi rálátásom, illetve hát most is azért akár a szövetségbe betöltött funkcióm, akár úgy pusztán a kézilabdával visszatérésem alapján ugye rendelkezünk biztos információkkal, mind a klubok költségvetésére, mind a játékosok fizetésével, tehát persze van a Veszprém 1,5 milliárd, van a Szeged 6-700 millió, van a Csurgó. Nyugtass meg, hogy forintról beszélünk, és nem euróról. Igen, hát az már labdarúgó csapat költségvetése lenne, de a Tatabánya 120-130 millió forintból a negyedik. Ott aztán lefelé már vannak nagyobb, kisebb-nagyobb eltérések. Egy biztos, hogy a mi költségvetésünk még az NB1-ben is nem a legmagasabb volt, tehát 3-4-szer ilyen költségvetéssel keleten nem jutott fel egy csapat. Ez pontosan annak köszönhető, hogy így akartuk felépíteni ezt az egészet, a hazai játékosok, stb. Egy biztos, hogy bármit szeretnénk javulni és erősíteni, az plusz. Most a jelenlegi, mondjuk a Town kívüli megszerzett 40 millió forinthoz képest a 80 millió az pont kétszer annyi. Értelemszerűen van, aki esetleg Győrben másik sportágban vagy más klubban azt mondja, hogy hát az semmi. Valóban bizonyos mértékben, bizonyos körökben, bizonyos segítséggel az semmi. 500 000-ként összeszedve az nagyon sok munkát jelent. De ebben is már van egy alapunk. Tehát jelenleg több mint 35 szponzorunk van. Én szeretném, hogyha jövő végére elérnénk a 100-at. Csak a mezre ne akarjátok egy azért, feltenni. Persze, hát ugye ezek sajnos nem 10 milliósak, de támogatók. És nagyon fontos, hogy nekünk sok támogatónk legyen,
a csapatunk az szerethető legyen, de legfőképpen eredményes. Tehát hajtós, eredményes, amit szeretni fognak a nézők, és akkor lesz sok nézőnk is. És ez a kettő így szépen egymással párhuzamosan megy, és tologatni fogja egyik a másikat, úgy legelől pedig a csapatot, akkor szépen egy pár év alatt itt egy komoly csapatot föl lehet építeni. Ugye sokan kérdezik tőlem is, hogy és akkor jön a Carlos Perez, és akkor jönnek az Iváncsik gyerekek, és akkor jönnek ezek, és meg azok. Persze, jönnek látogatóba. Mondtam, hogy egyelőre Iváncsik Misivel kezdünk, mert őt meg tudjuk fizetni. Tehát annyit tudunk adni, mint az Audiba három műszakba. Annyit, mint a Veszprém egy Iváncsik Tamásnak vagy Gergőnek, annyit nem. Világos. De nem is lehet. Tehát ahhoz, hogy ez biztos alapokon legyen, és ne úgy legyen, mint most nem akarok példákat sorolni, akár helyi példákat, hogy egyik évben föl, következő évben meg a megszűnés határán, mi ezt nem szeretnénk. Uh-huh. Szépen fokozatosan, egyelőre a cél a biztos bentmaradás. Ahhoz kell 3-4 meghatározó játékos, ezzel leszünk, de ahhoz kell olyan költséget, hogy ez a plusz 45-50 millió forint. Mellékesen belevágunk egy csarnoképítésbe a női csapattal együtt, egy munkacsarnokba a Kölcsei iskolánál. Megértem, hogy egy multifunkcionális sportcsarnokba. Hát abban hál' Istennek az állam végre idézőjelben észhez tért, és valamit sikerült Győrbe is kapni a nagy ajándékozásokból, mert azt hiszem, hogy Győr megérdemli, és főleg a győri kézilabda. Most ne prejudikáljuk a következő hétvégi BL döntő végeredményét, de mindenféleképpen a győri kézilabda hagyomány miatt megérdemel egy ilyen csarnokot. Mi azon leszünk, hogy ugye az mire felépül, egy másfél év múlva, addigra mi is tudjunk egy olyan csapatot, amelyik hát nézőkkel többé-kevésbé hétről hétre megtölti, ami nem egyszerű. Tehát nagyon nehéz a nézőket odakötni, a saját csapathoz odakötni. Ez azt hiszem, hogy elengedhetetlen egy látványos játék, alapvetően szerethető játékosok, olyan ikonok, mint a Rosta Miki. Tehát ha engem kérdeznének, hogy folytatja, én szeretném, ha folytatná. Ugye nem én vagyok az edző, meg nem is leszek, tehát nem én fogom eldönteni, de én úgy gondolom, hogy az edzőnek is csak az idei évet látva egy elképzelése lehet, hogy ő neki folytatni kell. Hát kicsit gyorsulnia kell, meg rutint szerezni, de folytatnia kell. Ezt bebizonyította maximálisan. Azt is bebizonyította, hogy érdemes volt vele számolni. Ugye egy évvel ezelőtt is nagyon sokan kérdezték, hogy hát mit akarunk Rosta Mikivel. Hát messze a legjobb játékos volt ebbe a kategóriába, tehát az NB1B-be, a csapatban is maximálisan a vezér egyéniségnek bizonyult, és nagyon sokat tanulhattak tőle a többiek, ami szintén egy fontos tétel. Tehát próbálunk ezen a vonalon lavírozni. 22 év első osztályú tagság után, vagy ennek alapján, mire tagsálnád a fiatal csapatot? Mire lehettek képesek az NB1-ben? Az esetleges erősítésekkel akár. Hát ez ugye megint az, hogy kit sikerül. Tehát a jelenlegi társasággal, én azt mondom, egy jó kis munkával, gondolom a vezetőségnek is az a cél, hogy benn maradni. Uh-huh. Tehát ez a jó kis munka, ez mit jelent? Ugye nem tudom, teszem azt, NB1-be kell heti 5-öt edzeni, NB1-be meg lehet, hogy heti 10-et. Rosszul látom? Lehet heti 5-tel is, csak akkor az edzési időtartamot egy kicsit meg kell nyújtani. Illetve a duplájára. Illetve a minőségébe is ugye lehet változtatni. A játékosok hozzáállásába is még egy plusz egy lapátot, de gondolom motiválja őket, a többieket is, hogy az NB1-ben, mert ugye annak nem sok értelme lenne szerintem, hogy most nagyon örömködünk, feljutunk, és jövőre meg esetleg kipottyanna a csapat, mert ugye akkor én átétem ezt legutóbb Mezőkövesden, hogy ott is a nagy hurrá hangulat után kiesett a csapat, és akkor elmegy a szponzoroknak, vezetőknek, játékosoknak a kedvés valamit felépíteni, marha nehéz újra. Ugye hát itt a példa ugye az Eto'o megszűnése után a szesét azért, ugye ezt a Laci jobban tudja, hogy hány évig tartott, lerombolni pillanatok alatt le lehet. Uh-huh. Tehát egy-két rossz eredménnyel, egy-két rossz döntéssel.
Én úgy gondolom, hogy bármilyen összetételbe is bárkivel sikerül erősíteni a társaságot, kutya kötelessége lesz bemaradni a csapatnak az NB1-be. És nem csak a felnőtt csapat miatt, hanem itt ugye újra, amit az elején mondtam, elkezdett mocorogni az utánpótlás. Közel 400 gyerekkel, 500 gyerekkel, gyerek tartozik most már Szese kötelékébe, tehát nem... Ez az 500 gyerekkel is felelősséggel tartozik, az a 15, ez olyan edzőstől, vezetőstől, minden 20 ember felelősséggel tartozik, hogy nem szabad őket elengedni a kezüket, mert ugye tudomásom szerint, amikor ugye az Eto megszűnt, akkor itt nagyon leépültek az utánpótlás dolgok, és évek alatt most szépen, és ahogy a NB1-es a csapat, egyre többen fognak jelentkezni, akár a városból, de akár a környékről is, akár országosan is, mert a szülők is azt szeretnék, ha a gyereke NB1-es utánpótlás, a veszprémi, a szegedi, a csurgói, hasonlókorú gyerekek ellen játszhatna az ő fia. Uh-huh. Ez voltak éppen olyasmi gondolat, mint a kis hercegben a felelős vagy, akit megszerítettél. Így van. Uraim, én szívből gratulálok a feljutáshoz. Köszönjük. Sok sikert kívánok, még a hátralévő három meccsre is, hiszen arról sem feledkezünk el, meg hát akkor jövőre az NB1-hez is. Jó, egy biztos, hogy mi ott leszünk a meccseken. Jó, köszönöm szépen, hogy itt voltatok. A kedves nézőknek még mielőtt megköszönném a figyelmet, természetesen ezúttal is megmutatjuk, hogy az elkövetkező egy héten milyen sporteseményeken szoríthatunk a győri sportolóknak. Óriási kérdés természetesen az, hogy mennyire óvatoskodik majd a két együttes? Az elkövetkező egy hét talán minden eddiginél, vagy legalábbis rég nem látott mértékben lesz izgalmas a győri sport szempontjából. Május 8-án szerdán indul a labdarúgó Magyar Kupa elődöntőjének második meccse, azaz az Eto Videoton, aminek a zöldfehérek 2-0-ás előnyből vághatnak neki. Az MK elődöntő televíziónk is műsorára tűzi, csütörtökön 17 óra 35 perctől megismételjük az összecsapást. Május 10-én pénteken aztán indul a kajakkenusok világkupája Szegeden, ahol 12 győri lapátosért, többek között az új igazolás Janics Natasáért is izgulhatunk. Május 11-én szombaton még mindig vízen maradunk, ráadásul itt Győrben, mert elkezdődik a sárkányhajó roadshow, és a Mosoni Duna lesz a sorozat első állomása. Délután 15 óra 15 perctől a szezon talán legfontosabb meccsén izgulhatunk, akár a helyszínen, akár a tévéképernyők előtt. A győri Audi Eto Kácia Lárvikot fogadja Veszprémben a női kézilabda bajnokok ligája döntőinek második meccsén. Görbicék idegenben 24-21-re győztek, vagyis a visszavágón ezt a három gólos fort kell megtartaniuk, és akkor összejöhet az, amire évek óta várunk, a mieink elfoglalhatják helyüket a kontinens trónján. Közvetlenül a BL döntő után a labdarúgó MB2-ben a Paks 2 otthonában vendégszerepel az Eto B, május 12-én vasárnap pedig a Haladás 2-höz látogat a Gyirmót FC. Újra Kúnya, Rosta labdát szerez, ez a meccs eldőlt, Rosta, gyerünk Mikiké, bedobja! Szintén idegenben játszik a már MB1-bés bajnok Szese Győr. Deáki István fiai a Veszprém 2-nél vizitelnek egy voltaképpen teljesen tét nélküli kézi meccsen. Völgyi lőheti rá, kellemetlen lövés és ki is köt a labda a hosszúba. Este 18 óra 30 perctől jön hazánk létező legnagyobb zöld-fehér derbie. A lista vezető győri Eto FC a Ferencvárost látja vendégül az Eto Parkban a labdarúgó OTP Bankliga NB1-ben. A mérkőzés igazi ünnep lesz, ahol a 30 és az 50 évvel ezelőtti bajnok csapat tagjait is köszönti a klub. Ha az Eto győz, akkor könnyen lehet, hogy már bajnok lesz, mert 2 órával korábban a Videoton Debrecenben lép pályára, és ha kikap, akkor behozhatatlan lesz a mieink előnye. Zárásként pedig május 13-án hétfőn a Rába Eto FC az új szegedi TC-t fogadja a Magvasi csarnokban a futszál NB1 rájátszásában. Lódiék teljesen tét nélkül felszabadultan játszhatnak, hiszen a bajnokságot már korábban megnyerték. Ettől függetlenül látványos találkozóra van kilátás, amely remélhetőleg közönség szórakoztató is lesz.
Magazinunk zárásaként ezúttal is hűek leszünk a tradícióhoz, a hagyományhoz, természetesen ezúttal is játszunk és eredményt hirdetünk. Múlt héten ugye azt kérdeztük önöktől, hogy hányszoros bajnok lett a győri Audi Eto KC a hazai NB1-ben azáltal, hogy megverte a Ferencvárost. A helyes válasz természetesen az, hogy 10-szeres bajnokok immáron a zöldfehérek. A helyes válasz beküldője pedig nem más, mint Füleki Gyöngyi. Ő a büszke birtokosa a Cinema City által felajánlott 2 mozijegynek. Ezúttal is ezért a nyereményért zajlik a játék, és megint csak az Audi Etóhoz kapcsolódik a kérdésünk. Mennyi lett a végeredménye a Larvik Győri Audi Eto KC női kézilabda bajnokok ligája döntő első mérkőzésének? A helyes válaszokat a sport@gyorplus.hu e-mail címre várjuk, és ahogy mondtam, 2 mozijegy a tét. Én most köszönöm meg a figyelmüket, tartsanak velünk legközelebb is, a viszontlátásra! A műsorvezetőt a világmárkákat is forgalmazó Griff Collection üzlethálózat öltöztette. A műsorvezető frizuráját a Willy New Style készítette. Lép ki a hétköznapokból. A játékhoz a nyereményt a Cinema City ajánlotta fel. A műsor helyszínét a Barátságpark biztosította.